Úgyhogy ne legyen vőlegényúrunk szomorú, ezért elindulok, és a lányok táborából majd szeretnék neki keresni egyet. Megengedik? Meg. Köszönöm szépen. Szétnézek, hogy milyen menyeskét találtak nekem a megfelelőt. Nézd, barátom, ez az angyali képet! Nem találsz a földön még egy szépet. Veled talán ő is jegybe lépett? Hát a lába valahogy szörös, de nekem, de... Egyből a lábát nézed. Megpörgetjük, megpörgetjük. Mi nem stimmel rajta? Semmi. Hát több mindent, egy fejjel a rúgat. Le tud gugolni. Azt én elhiszem. És te hagyod magad így ennyivel, hogy semmi? Drága. De hát a cickóimat is megcsináltattam nekem. Szeret! Hát akkor a szereted, akkor biztos? A szereted, vagy nem szereted? Egy cuppanost megengedsz nekem. Barátom, a minap elindultál a szent házasságba, ennek a lánynak tettél le jegyet az asztalára. Igen, igen. Hangosan, hogy mindenki hallja. Igen! Kedves vendégsereg, engedjék meg nekem a szójaként mostan, hogy majd én mondhassam el meghatóan szépet, vőlegényünk helyett a búcsúbeszédet. Drága szüleim, elétek állok, könyvtoldó szemembe, hiszen tőletek válok. Búcsúzom, mint vándormadár a fészkétől, elválok, mint érett gyümölcs törzsétől. Édesapám, kérlek, most hallgass meg engemet, még hozzád intézem, rövid beszélek. Nem sokára jutom házas ember sorba, ezért édesapám, elbúcsúzom mostan. Magányos életemnek is vége nem sokára, felváltom egy édes, kedves, hites párra. Figyelmet kérek! Nagy-nagy tapsot kérek a többiektől! Mindenki tapsol, és mindenki örül az ünnepnek. Szerencsés napot kívánok a ház gazdájának, hozzátartozó minden más hívének, rokonsággal élő felekezetének. Szüleim által felneveltettem, a házas életre is felléptem. Kedves szüleimnek is ez volt az óhajtása, szálljon fejünkre az Isten áldása. Az Isten áldása kívánom még a ház minden nemű tagjára, adjon jó szerencsét, adjon békességet, adjon egyetértést és jó egészséget. Szeretett békesség mi köztünk legyen, ezt kívánom én most mindenkinek, közönségesen. Akkor megkérlek veletek, hogy emeljétek fel magasabbra mindenki lássa, most pedig akkor megszólítok, hogy mindaki támol, mindaki a menasszonynak, mindaki a vőlegényes szurkol, egyszerre mindenki telekülőből, hadd szóljon és nézzük vissza ki nagyobbat! Kedves vendégeink, elérkezett a vacsora ideje, megérkezett a baromfi húsnevesnek is az eleje. Ezt a jégcét még tegnap a kakos kergette, de mivel nem állt meg neki, ezért jól megfenyegette. Most pedig itt van mindkettő puhára főve, összemelegedve a forró gőzbe. Újházi tyúk húsleves a neve, de több a kakos benne, hiszen, hogy a több kakos köz majd jobb lesz a hölgyek kedve. Menyasszonyunk is kedvesen mosolyog, hiszen ő most már sejti, hogy neki egy kakassal miért lesz jobb. A vőlegény nyomóban
azért kéri, hogy puha lesz a combja, azt meg is nézi. Vizsgáltad a combokat párosával, hisz kerületet kobolra, eleget elég nyomva. Kedves vendégeink, éljen sokáig az új pár! Ez meggyőző volt ez az érzés? Hát nem igazán. Tehát az új pár reklam, nem iszunk még, mert nem voltunk elég hangosak. Tehát az új pár reklamán, hogy kicsit hangosabban kellene vendégeink. Tehát hangosan még egyszer éljél sokáig az új pár! Kedves vendégeink, csak a házas párokat szeretném megszólítani. Csak a házas párokat. Minden házas pár legyen szíves, jöjjön ki a táncfalkathoz. Ugyanis az időkerekét fogom szépen megpörgetni, és szép lassan fogom számolni az éveket, és akit a táncfalkettem bent hallja az évfordulós évét, az majd felemeli a kezét, a helyükön lévők megtapsolják és oldalra kiállnak, és majd legvégén megnézzük ki itt a legidősebb házaspár. Megszólítom azt a párt, aki az elmúlt 24 órában kötött házasságot, emeljék fel a kezét, tapsoljuk meg a helyünkön, és tárgyak fél, a többiek átszólnak tovább! Most engedjék meg nékünk, az ifjú párt elkísérjük, hogy élhessenek békés boldogságban, és lejjék örömüket a földi világban. Mire való a gyertya kezükben? Hát arra, hogy elinduljanak vele egy ösvényen, hiszen eljárt az idő, és hallgatok a szóra, mert bizony nem sokára elüti az éjfélt az óra. Csattannak a tenyerek, és várjuk az új pár! És mindenki tapsol! Kedves vendégeink, itt jött az ékes úriasszony, hogy meske fővel először mulasson. Mindenki majd táncoljon vele egy kurtát, de vigyázzanak arra, hogy le ne tapossák a cipőjének a sarkát. Kedves vendégeink, sortánccal fogunk indítatni. Az első tánc lesz az újasszony szüleié, a második tánc lesz majd az új ember szüleié, a harmadik tánc lesz majd a koszorús párokért. Kedves vendégeink! Az új pár visszajött a tanokhoz. Meg szeretnék köszönni nektek az egész napos közreműködést, hogy egész nap vele együtt töltöttétek, mellettük voltatok, kiálltatok velük. Cserébe szeretnének nektek átadni egy kis személyes ajándékot, azért a vízi mozog a szitáért. Kedves vendégeim, folytatjuk a táncot, ne meneküljünk ki a táncparketről. Ismételten párokat fogunk kiszólítatni ide a táncparketra. Megindulunk nyugatra. A nyugat, akkor Franciaország, nagyon szép ország. A Franciaország, Párizs, és megkérdezzük a legifjabb új emberünket, a Párizs. Mit néznél meg első? Most volt az elfelejtődött. Látjátok, srácok, milyen megnősült ebből az Eiffel tornyot szeretném megmászni. Ti mit néznétek meg az Eiffel tornyon kívül, ha már Párizsban vagyunk? Moulin Rouge. A Moulin Rouge, bizony, bizony. A Moulin Rouge hölgyei. Indul a countdown. És hogy a tánc? Kicsit bevelegítanak a hölgyek, fogasz venni. Messze Szibériáig meg se fogunk állni. És ha már Oroszországban járunk, akkor nektek való táncottak, de hogy nem. Nektek való tánc következik. Hölgyeim, most ki fogtok tapsolni.
De ügyesen tapsoljatok, mert olyan ország lesz a következő tánc nektek. Hát akkor, ha Oroszország, sövít a szél, éli este van, mi isszuk a vodkát, vagy a bálinkát, kire táncolhatok. Érve, hogy elfogyott a pénzünk, nem bírunk tovább menni, úgyhogy felülünk a mozdonyra és kanizsáig. Meg sem állunk. A mozdony mindenkit kell hozzáni, és csatlakozzunk a baromhoz. Hol a gőzös, hol a gőzös, hol a gőzös, hol a gőzös.